Köszöntöm kedves nézőinket a Sikertörténetek legújabb adásában. Egy újabb sorozatot indítunk, méghozzá a generációváltást, hiszen 20 év telt el, amikor is olyan vezetőkkel és vendégekkel beszélgettem, akik valamiben sikeresek, bizony most oda jutottunk el, hogy azon kell gondolkodni, hogy ezt a sikert tovább örökítsük. Van, aki családban oldja meg, van, aki pedig egy bordal gondolja el a jövőjét. Ilyen a Patent Security is. Köszöntelek benneteket. Szia. Szia. Mi is. Kocsis Robert, szervusz. Hát igen, veled azért húsz éve tartjuk a kapcsolatot a sikertörténetek révén. Többszöri vendég vagy nálunk, és amikor felvetettem, akkor örömmel fogadtad ezt a meghívást, hogy beszélnél a generációváltásról. Miért? Nálunk is egy nagyon-nagyon euh, salkatos probléma ez a generációváltás. Öregszünk. Akárhogy is nem látszik, de azért öregszünk, és én már egyre inkább fáradok, és egyre inkább szeretném átadni a a safétát a fiataloknak, és kerestünk olyan, olyan fiatalokat, akik, akik ezt erre képesek lennének. <laughs> Nem volt egyszerű, mert, mert nagyon sok értelmes, sokos fiatal van a országban, viszont aki, aki is a céghez, azért az, az jóval kevesebb. És akkor elkezdtünk a saját berkeinken belül keresgélni. Sok vezető van nálunk, vezetőbeosztásból lévő kollégám van, tulajdonosok is sokan vagyunk, hála Istennek, és ezért az ő gyerekei között kezdtünk el utakodni, és hála Istennek egy, volt egy olyan jó merítésünk, hogy maradt egy, egy 8, kb. hat-nyolc fő, aki, akire úgy érzem, hogy jó, jó, szívvel rá lehet majd bízni a, a céget. Ez egy ilyen 6 évvel, ezelőtt, 6 évvel ezelőtt, indult ez a fiatalítás. Úgy kezdtük el, hogy, hogy beültem a srácokkal, és azt mondtam nekik, hogy, hogy egy kis túlzással a udvar sepregetésével fogjátok kezdeni. Ez tényleg, tényleg ez így is indult el, hogy elindult egy alap dologgal, Minden, mindent ki kell próbálniuk. És most már ott tartanak, hogy van, aki ügyvezetőigazgató az egyik cégünkben, van, aki kiemelt projektek, projekteket vezet, például a, a külföldre indítottunk most éppen, és a, a külföldi projektnek a, a vezetője a mellettem ülő kollégám. Szóval azt mondom, hogy egyre nagyobb, egyre falsúlyosabb projekteket adunk nekik, és egyre inkább nyugodt vagyok, hogy lépegethetek hátra, és, és jó kezekből, azt mond a cég. Nagyon érdekes egyébként azért egy vezetői posztot átadni, még akkor is, ha ennyi ideig betanulnak, azért ahhoz kvalitások kellenek, és ahogy mesélted, azért a lojalitás. De a kvalitásokat is felfedezni, és nem felfedezni, ha azt látod, hogy egy kollégádnak a fia van, amikor azért ez, ez azért szülhet olyan, olyan ellentéteket egy vezetésben, hogy én azt gondolom, hogy az én fiam jóista azt gondolod, hogy nem. Ezt ilyenkor hogy oldjátok meg? Hála Istennek, nem csak, nem csak kollégák vagyunk, hanem barátok is. És ezért aztán ezért jobban tolerálunk a másiknak mindent. De ez tényleg nehéz kérdés. De nem is nekem a legnehezebb, hanem annak az embernek, aki, annak a fiatalnak, aki a, a szülő árnyékából nehezen lép ki nagyon nehezen öneki, öneki, még többet kellett teljesíteni ahhoz, hogy ne azt mondják, hogy az apuka kisfia, vagy az anyuka kisfia, hanem, hanem azt, hogy ezt, na, ezt már ő csinálja. Hála Istenek ezen is. Én már úgy érzem, hogy nagyjából túl van. Sokszor akart a, a, szülő úgy segíteni a, a gyerekének, hiszen ez benne van az ösztöneiben, ez nem is kérdés, hogy végül is árt vele. Hosszú távon, középtávon árt vele, de mondom, hála Istennek jó barátok vagyunk, intelligensek a kollégáim, akik, a, akik most szülői szeretben is ö, vannak ebben a helyzetben, és, és ez, azért ezt át tudjuk hidalni. Meg hát a fiatalok is, hála Istennek azért, azért elég határozottak, és ezt... De nem, ne, tényleg nem olyan egyszerű. Nem, nem volt olyan egyszerű. Na ebben a cipőben köszöntelek Bauer Kolos, aki úgy, ugye projekteket viszel, a te édesapád ugye tulajdonos és, és vezető is. Az, amit Robi mondott, te hogy élted meg? Hány éve vagy a cégnél? Hát most már én is hetedik éve itt vagyok, úgyhogy nagyon durva, hogy már ezt a hetes számot tudom mondani. Hát az eleje izgalmasabb volt, tényleg is valahogy volt ez a jelenség, ez, hogy, hogy a után én is oda kerültem, de úgy érzem, hogy most már eltelt ennyi idő, és szerintem maximálisan eltűnt ez a probléma, vagy levet ezt a problémát, és már nincs is ez szerintem senki oldaláról se. Érdekes helyzet volt, én egy teljesen másik útvonalon kezdtem el még a, a tanulást is, de, de, mindig is a hosszú távú tervem ez volt. Aztán a súli végén rögtön, mikor Robi megkeresett, akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor mikor, hanem most rögtön vágjunk is bele. A, akkor, amikor te azt mondtad, hogy na ide jövök, azért a, a fiatalon az ember még lehet, hogy tűzoltó akar lenni, aztán azt mondja az apuka, hogy de hát a mi cégünknél azért jó lenne. Mennyire volt ez a te döntésed, és mennyire a családé? Hát maximálisan az én döntésem volt egyébként. Ezt otthon mi ezt megbeszéltük, hogy, hogy hogyan is kezdjem én tényleg a pályát. Én is valahogy egy másik útvonalon indultam el, de. Mi, mi akartál lenni? Én egyébként mérnökként tanultam az autók iránt, nagy volt az érdeklődésem, de, de aztán tényleg máshogy kezdődött. Igazából megbeszéltük, maximálisan rám hagyták a döntést, tényleg mindig is ebben gondolkoztam, úgyhogy mm -hmm. onnantól kezdve egyszerű volt. Én nagyon sokat vitáztam az apukámmal annak idején, mert hogy egy családi vállalkozásban nőttem fel, és aztán azért lett saját vállalkozásom, mert hogy nem jutottunk dűlőre. Mennyire volt ez nálatok jellemző? Szerintem az elejétől kezdve mi ezt jól kezeltük, többször kaptam így vissza véleményeket is, hogy, hogy mi ezt milyen könnyen kezeljük. Nyilvánvalóan voltak nálunk is súlódások, de én, én úgy gondolom, hogy, hogy mint egy kollégáris kapcsolatban tudtunk már az elejétől kezdve lenni. Tehát nem vittétek haza a témát, a munkát? Nem mondom, hogy nem beszéltünk otthon róla, de, de szerintem nekünk nagyon megtaláltuk ezt az arany középutat, hogy uh -huh. munkahelyen dolgozunk, otthon pedig család. Úgyhogy uh -huh. szerintem ez nekünk nagyon jó sikerült. Roland, köszöntelek téged is. Ugye Kövecses Roland, ő pedig már ügyvezető igazgató a patentáfelügyelet KFT-nél. Te hogy kerültél el eddig, hogy azért ez egy ügyvezetői szerepkör, azért az már egy magas lépcső? Igen, hát én, én, ha nem is az utca, vagy a udvarsepréssel kezdtem, de szinte, én technikusként kerültem 22 éve a céghez, és hát folyamatosan lépkedtem felfelé a ranglétrám. Abszolút volt. Minek én. köszönhető ez? Hát nem tudom, hogy pontosan minden, hát gondolom. Én mondhatom, mindenhol... Még egy? annak, hogy alkalmas. Tehát azt mondja, hogy, hogy ő unoka testvérem, de nem ezért, egyáltalán nem ezért. Amikor belépett a céghez, akkor, akkor mondom neki, hogy ott van protekció, hogy, be, hogy, bekerülsz. De utána nincs protekció is. És, és Isten látja a lelkemet, hogy soha nem segítettem ebbe a dologban. Ő saját, saját erejéből, saját jogán lépek, elő, előre, és aztán azt vettük észre, hogy, hogy elismerik először a közvetlen munkatársai, aztán utána kicsit kiemeltük, akkor a alatta lévő emberek, aztán még jobban kiemeltük. Ki a kiemeltük? Hát a, a vezető társaimmal nálunk, Holdingban dolgozunk, több cégünk van, a több cégnek vannak vezetői, egy ilyen gyakorlatilag, egy, mintha egy egy ZRT lenne, és én vagyok a vezérigazgató, és vannak társaim, akik segítenek ebben, és azt a területet a távfeljegyet a Fekete Csaba kollégámmal, ő az első számú vezetője a távfelügyeletnek, és mivel a Roland az ott dolgozott, ezért, ezért ő vele közösen döntöttünk így. Kicsit abban menjünk bele, hogy uh, amikor mondtad, hogy mert megfelelő vagy, uh, milyen szóval éltél, a kvalitásai mik egy vezetőnek nálatok, aki eljuthat oda, hogy kinevezitek? Szerintem mondtam neked, én lehet ezer, ezer uh, banális dolgot mondani, de én azt fogom mondani, akit követnek, az a jó vezető. Uh -huh. És őt követik. És úgy néz, ki, úgy néz ki, hogy nem csak őt, tehát a, a, a Kolost is ugyanúgy uh -huh. követik, amikor egy projektet vezet, tehát azt mondom, hogy ez, ez egy, engem megnyugtat, mert azt mondom, hogy jó vezetők lesznek belőlük. Miért követnek? Nem tudom, ez, 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 így amúgy belülről jön. Tehát, hogyha ha mondjuk léptem egyet előre, akkor ott, ott próbáltam minél jobban csinálni azt, azt ami éppen a feladatom volt, és ez mindig úgy, nem azt mondom, hogy úgy sült de ilyen úgy sült el, hogy ez, ebből mindig valami jó dolog alakult ki. Fiatalon is így volt? Igen, 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 és, és ezt úgy látták a, 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 akkor az a két ember, aki alattam volt, aztán négy ember volt alattam, aztán tíz, aztán húsz, és emiatt, igen, emiatt valóban, uh -huh. tehát, hogy már hisznek a döntéseimben, ami egyébként egy nagyon jó érzés, és úgy hálás is vagyok érte. Szerinted de, de erre hogy... születni kell, vagy pedig ezt tanulja is az ember, vagy vagy kap, a, kap valamit a nagyoktól? Sokat, igen, 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 tehát én, tehát kapunk abszolút. Valamennyire születni is kell rá, én azt gondolom, tanulni is kell, uh -huh. tanulni is kell, de én egyébként vezetői kvalitásaimat, amit eddig magamra szedtem, és most ez legyen sok vagy kevés, nem uh -huh. tudom, hogy ez most mennyi, azt, azt a robééktól és a csabéktől uh -huh. szedtem magamra, uh -huh. folyamatosan figyeltem őket. Néha, néha ők nem is vették ezt észre, de egy -egy dönt, tehát amikor már bevonnak egy-egy nagyobb döntésbe, akkor, és ö, ö, tehát kö, utána könnyebb ezt uh -huh. lekezelnem, mert egyszerűen hogy a cég véráramába bekerülök, és uh -huh. tudom, hogy ez a cég hogy működik, és innentől kezdve valahogy egy picit könnyebb lesz a, a döntéseimet is meghozni, mert már nem száz közül kell választanom, csak kettő vagy három közül. Annak idején, amikor a patent indult, akkor, akkor őrök ugye nagyon-nagyon magukra voltak hagyva a döntéseikkel, és nem nagyon volt kontroll, hiszen kit, kitől nem volt ilyen. Akkor voltunk úgy, hogy nagyon sok cég indult, nagyon-nagyon sok tönkre is ment. Most viszont nektek van egy kontroll. Ezt a kontrollt azonban nem mindig jó megélni. Ti például ezzel hogy vagytok, Kolos? Szerintem én az én helyzetemet nézve, én mióta kerültem, van egy úgymond egy olyan kontroll, aki segít minket, és én ezt abszolút nem érzem se tehernek, attól függetlenül megvan a lehetőségünk a döntésre, úgyhogy... Ez... Be kell számolnod a döntéseidről? Valaki azt ellenőrzi? Hát az olyan szintű döntéseknél persze, a amit előbb említett uh, Robi is, hogy most uh, egy teljesen új vonalon indulunk el, uh, külföldön ott is maximálisan minden héten uh -huh. uh, van egy értekezlet, ahol számot adunk arról, hogy mire jutottunk az elmúlt héten, és uh, nyilvánvalóan ez kell is, hogy uh, egyes szituációkban véleményt kérjünk, és így tudjunk tovább haladni. Ők ugye annak idején egyénibe kellett, hogy döntsenek. Mennyivel érzitek jobbnak a csapatban való döntést? Én maximálisan szerintem, uh -huh. úgyhogy én szerintem az egész patent egy nagy csapat, uh -huh. mert most ha az alsó szintre megyek, főső szintre megyek, bármilyen irodába megyek, mindenhol csak olyan kollégával dolgozom együtt, akivel van valami közös munka, és szerintem maximálisan a uh -huh. csapat. Neked? Nekem is, mindent megbeszélünk, de nem mondom, hogy nem volt már olyan, Ugyan nem stratégiai kérdés, mert nyilván a, a, uh -huh. abban a robékat egyáltalán lehetne kihagyni, de, de apróbb döntések, amik azért úgy széget is, uh -huh. vagy akár diszpétsárvonalon vonalon a dolgot, abban volt, hogy döntöttem, uh -huh. mert már nem tudtunk hova uh -huh. kiukadni, és akkor viszont rá kellett ütnöm a, a, uh -huh. a dolgot, hogy akkor a, a lesz, nem a B. Uh -huh. már uh -huh. volt, de, de abszolút a csapatban uh -huh. működünk. Annak idején, ha valaki ismerte a kocsis Robit győrben mert ugye a kocsis Robi a patent, őről a tudják azért, hogy ő egy nagyon-nagyon erős ö, karakter, és nagyon sok mindent egyedül vitt végig, mert az ő nevéhez kötik. Tudni az, hogy a háttérben azért megbeszélte a kollégáival, de ö, azt azért kívülről, és nem belülről, kívülről mondom, hogy azért azt lehetett látni, hogy a felelősség és a döntés sokszor az ővé. Ezt te hogy élted meg annak idején? Vagy akár ma is? Nem egyedül csináltam, az egy, az, 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 ezt helyes nem egyedül vittem véghez. Uh -huh. A döntéseknek, a nagy döntéseknek, a, a, a ez, ez is majd a önállók is ezt majd tapasztalni fogják, már, a, már kisebb döntésekben már tapasztalják, hogy a döntéseknek a felelőssége az övék. Uh -huh. A súlya is, a felelőssége is, uh -huh. a következményei őket terhelik. De, de az előkészítése, meg a munka nagy része az már nem az enyém. Uh -huh. Rengetegen segítettek, és a, ezek ezek az embereknek a nagy része mellettem is van most is. Uh -huh. Én is hiszek a kollektív tudatban, hogy, uh -huh. hogy hogy úgy nem lehet dönteni, hogy hogy nem készítjük ezt elő. Nagy viták zajlanak, nagy, nagy megbeszélések zajlanak, és akkor utána, hogyha volt egy előbb, előbb, egy kérdés. Ezt hogy, még hogy, most hogy, szeretném. Okay? Hogy, <laughs> hogy, hogy, olyan, hogy, hogy, döntesz, hogyha a ketté szakad mondjuk a, vezetői gárda. Hát úgy, hogy neked kell dönteni a, azt, ami, 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 miatt ketté szakad. Tehát eldönted, aztán kész. Na álljunk. De hogy nem egyedül csináltam, kicsit ez, a, ez a hangsúly, nem egyedül csináltam. Én is, én is mindig csapatban. Uh -huh. Na, tehát volt egy ilyen kérdésünk, ugye itt a, a, a műsor előtt a fiúk kitöltöttek egy, egy ilyen kis rövid kérdéssort, aminél az volt az első, hogy ketté szakad a csapat egy nagyobb vitánál, és hogy reagálod le, mit csinálsz? Azt szeretném megkérdezni Robi, szerinted a fiúk, hogy mit írtak? Azt hittétek, nektek kell mondani, ugye? Nem. Nem, nem, nem. én is eltettem, hogy Na, ilyesmi lesz. akkor a Kolos mit írt? Csupa jót. A Kolos az, az ilyen diplomatikusan dolgot írt szerintem, én az, az, azt írhatta szerintem, Igen. Hogy, 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 hogy ki kell őket békíteni, hogy, Igen. hogy, hogy össze kell őket hangolni. Szóval egy ilyen, ilyen, a diplomáciára helyezte inkább a hangsúlyt. Igen, és a Roland? A Roland már inkább határozottabb ebben a dologba, ő is, ő is elég diplomatikus, mert tud, tud jó értelemben simulékon is lenni de azt, azt hiszem, hogy ő már azért egyre határozottabb a korából adódóan, azért mégiscsak tíz év van közöttük körülbelül. Uh -huh. Azt mondom, hogy ő már, ő már határozottabban, ő már inkább a, a, az asztalra csapósabb uh, verziót uh -huh. uh, csinálná, én szerintem. Ki a jobb vezető, a demokratikus, vagy inkább a, a, ez a diktatúra? Hát Ezt nem tudom megmondani. Mindenkinek saját, saját stílusa van. Uh -huh. A demokrácia, azt is mondtam már, hogy a demokrácia a vállalatnál addig terjed, hogy meg lehet vitatni valamit. De a döntés, az, az nem demokratikus a döntés, az, az diktatórikus, az a vezetőnek kell kimondania. Én meg azt szoktam mondani, hogy amíg nincs baj, addig működik a demokrácia. Ja. Uh, szóval te erről mit gondolsz? Hát, Apropó, nem mi volt a válasz? Hát azért kérem most, hogy mondj el. <laughs> Jó volt a megközelítés, így van. igen. Uh, hát nyilvánvalóan mind a két fél véleményére kíváncsi lennék, és mm -hmm. utána kellene hozom egy olyan döntés. most mindegy, hogy az egyik csapatnak nem kedvező, de... Mm -hmm meg kell hozni azt a döntést, mm -hmm. úgyhogy nincs tehát nagyon érdekes, de ő azt mondta hogy idézem nem lesz mindkét fél számára a döntés amúgy sem jó, de ilyenkor igyekszem meghozni a legjobbat tehát igen egyébként tehát benne van az, hogy ő dönteni fog úgyhogy ez tök jó. Na most mit mondott a Roland? Mondom, szerintem ő határozottabban igen. Én De mit, mit, mit írtál? Én, én nem, nem ezt és nem ezt írtad, nem ezt ezt írtam. pont fordítva írták uh, igen, igen, igen. Ez mekkora. Igen, igen. igen. Mert, uh, uh, hát jó, van igen. igen. Hozzáteszem, abszolút jól ismer a Robi. Uh -huh. Uh -huh tehát meg tudom hozni a döntést, a meg Abszolút. kell. nagyon-nagyon sok minden hasonlítok is a Robina uh -huh. egyébként vezetői. Uh -huh. uh, hát a vér hú, nem válik víze azért. tényleg így van. Nagyon-nagyon sokszor, amikor ő dönt, ott ülök uh -huh. mellette, és azt mondom, hogy ugyanígy csináltam volna én is. És ez, ez most vagy... nézik a kollégák, és most ennek vagy örülnek, vagy nem. Ezt nem tudom, de nagyon-nagyon de sokszor uh, ugyanazt gondolom arra. Vagy van. érzed a felé. A, és ez, Aha. csak és ez tényleg egy ilyen belső dolog. Tehát, uh -huh. hogy ez, ennek ellenére erre a kérdésre egyébként azért írtam egy picit ilyen lágyabb választ, mert ez egy ilyen, ez egy ilyen nagy általánosságban tett feltett kérdés, és mm. ugye én, én egy picit ilyen csapdalszerűnek éreztem, hogy na most akkor... Mi a kell, jó válasz? Kell, kell -e tudni? Nem, nincs, erre nincs jó válasz, nyilván nah. nagyon sok fajta válasz van rá. Én tehát mélységeiben jobban bele, belemennék, hogy mm. egyáltalán mi vesztek össze. Mm. Most ez a társaság, ez két fő, két fő, vagy 30-30, mm. stratégiai a kérdés, vagy nem stratégiai mm. a kérdés. Azon vesztek -e össze, hogy a szemetes kukra jobb sarokban legyen, vagy a bal legyen, mm. mert akkor nyilván a csapok azt mondja, hogy a bal sarokban van. De ha arról van szó, hogy megveszünk egy 3 széget. céget, mm. akkor igen, akkor elküldöm őket, az, hogy mindenki mm. aludjon egyet, aztán holnap jöjjünk vissza újra. Mm -hmm. Mit mondott a Robi? Mit írt? A Ar Robi döntött volna ott De ő is kíváncsi lett volna a részletekre, szerintem. Abszolút, így van. Én döntök, azt írta. Igen, igen. oké, okay, ez nyilván, de... Hozzáteszem, abban a pillanatban, amikor szerintem is a demokrácia nem működik, az azért van, mert ott gond van. Tehát ugyanis a demokráciában az a, az a szerintem a hátulütő, nagyon sokszor, hogy jön a pánik, Félelem. Félelemben az ember nem dönt jól. Na. És nagyon-nagyon jó vezető az, aki szerintem meg tudja őrezni egyrészt a higgadságát. A Robin szerintem uh, rettentő jó vezető. Én nagyon felnézek nagyon sokat tanultam a 20 év alatt. Uh, ő azért nem mindig tudta megőrizni a higgadságát, de nagyon sokszor ez meg nagyon jó, mert, uh, mert hogy egy, egy olyan erőteljes alkat, egy alfa. Tehát ha valakit én ismerek, akkor egy alfa. Hogy ezt típjad például hogy élitek meg. Tudsz-e majd olyan alfa lenni? Uh, nem. Nem, ennyi, ennyire, ennyire nem. Ugye uh -huh. ez egyébként adódik abból is, hogy nyilván ezt a robbiek építették fel, uh -huh. és a, azok a csúcsvezetők, akik, uh -huh. akik most a patentba csúcsvezetők, azok, azok vele együtt uh -huh. jöttek, vagy hát éltek uh -huh. a patentba uh -huh. is, és csinálták, és kinőtt egy, egy, egy tényleg egy 10 milliárdos ö, birodalom. Ebben ilyen módon a Robi... Ö, bele vagy hát beleszuszakolt bele a saját magát uh -huh. ebbe a szerebe, és innentől a többi vezető társa is köré uh -huh. jött, mert látták, hogy jó döntéseket hoz, uh -huh. folyamatosan fejlődés van, és ez így egy ilyen, szé, egy, egy ilyen kialakult, uh -huh. jó kis harmóniában ö, ö, működött. Az én esetemben egy csomó előnyöm van, uh -huh. mert kapok nagyon sok háttértámogatást, ami egyébként biztonságot jelent, viszont ö, olyan módon meg nehezebb lesz majd tovább továbbvinni ezt, uh -huh. ha, ha mondjuk nekünk kell majd továbbvinni, hogy Sokkal nehezebb lesz körém uh -huh. gyűjteni a vezető társakat ilyen szoros kapcsolatban, uh -huh. mert a Robék nagyon szoros kapcsolatban vannak, ez és, ez, és, ez, és ez a bajba derül ki legtöbbször, hogy uh -huh. mennyire össze tudnak zárni, vagy össze tudunk, mert már mi is összezárunk nyilván. E -e, szerintem. Ez a kulcsa egy jó cégvezetésnek, hogy ezt kell elérnünk. Uh -huh. ami, ami ilyenkor megmosolyogtatott, ugye én is egymásra néztünk azonnal a harmónia szónál a Robival, azért ezek a, az ezek az a, a csaták, volt. ezek a, ezek a harmónia, tehát nem, nem a te szabadba, csak egymásra Igen. néztünk, és összemosolyogtunk a harmónián, mert ezek kőkemény évek voltak, meg hát nagyon Abszolút. sokszor tényleg a, az embernél a harmónia, nem is tudom, az egy olyan lágy, úgy belesimul az ember, úgy minden, és de aztán egyszer csak fejlődésére... oda jön megint egy akkora arcú csapás, hogy csak pislog. De ha a cég, a cég szerintem ez a szó, ez az jó. Azt mondod? Igen. igen. Biztos. Hát nem tudom, de én, én ezt, én ezt a a ott, ott, az utolsó szó, szó ami a harmónia <laughs> itt ott van a erről. Ez, a tök jó, szó, hogy ők már így élik meg. Igen, kívülről lehet, hogy ez, igen. Így az, az idő megszépítés, hogy ez biztos. De hát ez nem így volt. Állandó bizonytalanság, ezt nektek is mondom állandó bizonytalanság, állandó kétségek, hogyha nem hogy tűnnek kétségek, akkor az se jó. Tehát, hogyha nincsenek kétségei, de nem, nem nincsenek, nincsen, nincsenek bizonytalanság egy kicsikét, hanem mindig akkor látunk ilyet itt a közvetlen lakókörnyezetünkben is, hogy vannak olyanok, akik, akik döntenek úgy, hogy ő azt hiszi, hogy ő a, ő a minden, tudója. Ez nem, nagyon nem jó. Tehát ez a harmónia azért ez nem így volt. Én belülről nem így értem meg. Viszont é, nagyon jó, hogy ők már ezt, ezt is így látják. Ugyanis van egy, a számomra, a, az én cégem is 15 éves. Valóban a harmónia szót én sem használnám. Volt olyan év, amikor azt használtam volna egyébként, mert egyszerűen nem értem, hogy miért, de vannak olyan évek, amikor nagyon jó, és vannak olyan évek, amikor Úristen, mi, mi minden történik. Valahogy tényleg ez a bajcsöstől jön, ez így igaz, de akkor, amikor az ember némileg biztonságba érzi magát annál nincs felemelőbb egy cég, de szerintem egy ügyvezetőnek. De akkor Mennyire... mindig jön valami. Igen. Mindig ilyen valami. Mennyire érzésem. érzitek magatokat biztonságban? Hát szerintem ezt maximálisan mondhatjuk, mert... Védőernyők az idősek? Hát én részemről én azért mm -hmm. tudom azt mondani, igen, mert nyilvánvalóan, ha van valami olyan kérdés, akkor mm -hmm. én ezt meg tudom beszélni máshogy is. Én, én azt mondom, hogy igen, most... Szerintem itt volt egy átalakítás, amiben ugyanúgy ezt lehetett érezni, uh -huh. hogy kb. nem a feszültségben ment át. Néha-néha, de azt is könnyedén vettük, hogy uh -huh. mindenki máshol volt, már nem tudott úgy dolgozni, úgyhogy... Uh -huh. Akarod ezt a védőernyőt mindig? Néha nem szorít? De volt már rá példa, igen. Vannak nyilvánvalóan dolgok, amikor már másképp gondolja az ember, de ez a jelenlegi helyzet, úgyhogy... Uh -huh ugye nálad édesapád is innen a Bauer név. Nem akarsz-e te például egy olyan céget, aminek az a ne vagy kövecses? Nem. Nem. Miért nem? Az a tied. És nem tulajdon részre gondolom, hanem az a te örökséged. Ezt is a sajátommének tekintem, annak ellenére, hogy nem vagyok tulajdonos, abszolút. Jó, ügyes voltam, ugye? De tényleg így is gondolom, Aha. gondoltam, hogy erre, erre uh -huh. tér ki a kérdés, vagy uh -huh. hogy ilyen választ szerettél volna, vagy nem tudom. Nem, nem. Abszolút nem. így gondolom. Uh -huh. Nézd, hogyha ha nem így lenne, vagy nem érezné magam biztonságban a célnak, most én nem ülnék itt. Uh -huh. Nem kivég, nem kihívás <laughs> néha valami olyan nagyot dobni, amikor azt mondod, hogy ez ez az ez, ezt én csináltam. Meg lehet ezt élni úgy, hogy, hogy egy ekkora csapat és egy ilyen védőernyőben fölöttetek? Én abszolút meg Én egy csomó, szerintem egy csomó nagy dobásom volt. Már Tök jó. Ugyanis, a, akkor elmondom nektek egy kicsit az én történetemet. Az apukám ő egy rendkívül jó szakember volt, nagyon híres, a megyében nyomdász volt, és egyszerűen ő egy szakembervezető volt, én pedig egy menedzser szemléletű vezető vagyok, és a kettő nagyon sokszor ütközitt, ütközött annó. Akkor ugye még ők a privatizáció idejében vették, vagy csinálták, alapították ezeket a cégeket. A figyeltétek a legtöbb cégnek az ember neve volt, tehát pénzes nyomda, és akkor olyan büszkék voltunk rá. Nem jutna már eszembe pénzes médiának hívni most a céget. Sokkal jobban élem meg én is a csapatot, de szeretem érezni, hogy ez a, ez a, ez a miénk hogy úgy, hogy úgy látod, és milyen érdekes, nem azt mondom, hogy ez enyém, mert az egy birtoklás, hanem amit fölépítünk, hogy ez, hogy ez, ez úristen mekkora dolog. Ezt te, Robi, hogy éled meg? Ugyanúgy, mint ahogy, a Roland mondta, hogy akkor is magamének érezném, hogyha nem lennék tulajdonos. Tehát azt mondom, hogy tényleg a... Mindig kitartottál volna? Őszintén. Már a Ha nem mellett, vagy tulajdonos, igen. Persze. Azt mondod? Elején én is nagyon sokáig nem voltam, uh -huh. és akkor is, akkor is mellette. Hát volt olyan időszak, amikor talán volt olyan időszak, hogy nem tudom, akkor is. Hát én már uh -huh. ebbe, ebbe, én sportálásra voltam előtte, és utána rögtön, rögtön ez, a, ez volt a munkám, és én, uh -huh. én is végigmentem a, most egy kis túlzásra, az a, a udvar söprögetéstől a, egészen a vezérigazatói székig, uh -huh. minden rend, tehát mindent az égvilágon. Voltak nagyon-nagyon nehéz, egyáltalán nem harmonikus időszakok, uh -huh. Amikor, amikor azt mondom, hogy az a, a gyakorlatilag az egész életvitelem veszélyben volt, uh -huh. de soha nem volt meg a fejembe, hogy abba hagyom. És ahogy előbb mondtad, hogy ez az erdő, ami fölöttük van, ami ami sokszor segíti, sokszor nyomasztja őket, az meg is marad, csak hát jó, jóval lazában a terveink szerint. Uh -huh. Úgy gondoltam, hogy úgy csináljuk majd, hogy lesz egy, múltkor megmosolytad ezt a dolgot, hogy egy öregek tanácsa. Ami, ami majd segíti őket a, a, a tapasztalattal, a kapcsolatrendszerrel, a, a tudással, a szakmai tudással, de de sokkal lazábban fogunk ott ülni fölöttük. Én, én azt gondolom, hogy ez egy nagy segítség lesz nekik, uh -huh. és remélem, hogy nem, nem, nem korlátként, vagy nem nem zablaként fogják megélni ezt az egészet. Uh -huh. Ugye tettem még fel kérdéseket abban, hogy, amikor itt uh, kitöltöttétek. Van benne uh, nagyon sokszor, és ebbe ez mindig az Robira is, hogy ember. És mit gondoltok arról, ha valaki például egy régi kolléga, és kedvelet szeretett, de nagyon nagyot hibázik, és, és a cég nevét veszélyeztette. ővele hogyan járnátok el? Hát a kérdés alapján is, meg a való életben is én szerintem én így tennék, hogy mindenképpen azért egy régi kolléga esetében az érkező panaszt az ő oldaláról is kivizsgálnám, és én mindenképpen meghallgatnám az ő véleményét. Nyilvánvalóan, ha olyan a helyzet, akkor itt is egy olyan döntést kellene hozni. A területi vezetői pályafutásom alatt is volt ilyen egy régi kollégát, el kellett küldenünk, és pont ez a kérdés rápaszolt, úgyhogy hát rossz volt látni, hogy azért egy munkáját elvesztette, de nyilvánvalóan ezt muszáj volt megtenni, úgyhogy a válaszom. Uh -huh. uh, és nálad? Ugyanez, tehát nyilván a panaszos ügyféllel azt mindenképp valahogy kár ennyíteném. Uh -huh. ezt... te, te beszélnél vele, vagy beszéltetnél vele? Nem, ilyen, én beszélnék uh -huh. vele. Én beszélnék vele. És akkor valami kedvezményt, elnézést kérnénk tőle, uh -huh. nyilván megnék, uh -huh. hogy többet ilyen nem fordul elő, most ez esettől függő, hogy mi uh -huh. történt. Én a kollégát nem küldeném el, uh -huh. ha az első hibája volt. Most nyilván, uh -huh. hogy ez a tizedik volt, akkor valószínűleg megvárnánk tőle. Uh -huh. de, de ha első hibája volt, akkor leülnék, uh -huh. megpróbálom kideríteni, hogy ez mi okozta. Egyáltalán szándékos dolog volt, vagy egy teljes védle. Érdekel a lelke? Igen. Uh -huh. ha, ha ez egy olyan kolléga, igen, akit szeretünk, és uh -huh. régóta itt van, akkor igen. Uh -huh. Annyira nem vagyunk nagyok, hogy ne érdekeljen. Uh -huh. Biztos lenne ilyen élethelyzet, hogyha tízezer ember, tehát egy nagy multinál valószínűleg nem érdekli a multit. Igen. Minket igen, még. És uh -huh. ja, uh, Te körülbelül hány emberre, ugye most már ezer kollégád is van körülbelül. Több mint ezer, ezer igen. A, hány emberrel tudod ezt a fajta, hogy a lelke is érdekel? Mennyivel tudod megélni? Mennyire varad időd? Hát számszerűen nem tudom. Azt gondolom, hogy akik, akik a, a, hát a közvetlen kollégáim, az nem is kérdés. Ő, ők, nem csak kollégák, hanem barátok is, ahogy mondtam. A, aztán, aztán, a... Hát... A, 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 az, hogy idő, idő, ez mindig, mindig, mindig attól függ, hogy tehát azért nem vagyok, nem vagyok lelki szemetes láda, de hogyha azért, azért azt az emberek éreznek kell, hogy ez mennyire falskős az a lelki probléma. Uh -huh. És azt gondolom az irodistákkal, a, a a középvezetőkkel, azok, 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 akik bezárólag foglalkozni kell ilyen szempontból. Én remélem, hogy ez sikerül is. Én, én úgy érzem, hogy... Te hogy, igen. azt a kollégát? Voltam már ilyen helyzetben, igen. Nem csak, hogy, nem csak, hogy kolléga, nem csak, hogy régi kolléga, hanem az egyik legjobb barátom is volt, akit, akit természetesen, eh, ahogy a Roland is mondta, nem elsőre, nem másodikra, nem harmadikra, mm. de nagyon sokat foglalkoztam vele, mm. sokat foglalkoztam, és láttam, hogy ebből nem lesz, nem, nem, ez a, nem az ő élet iránya ez a, ez a mm -hmm. dolog. Tompítva ugyan, de, de igen. Ha ő rajta, csak ő rajta maga az, hogy, hogy mondjuk első számú vezető vagy második számú vezető lehetett volna a cégnél, ő nem akart ez lenni, és akkor el kellett engednem. Mm -hmm. Volt ilyen, volt olyan, hogy tulajdonos to, társamat volt, ilyen minden volt Mindent már az elmúlt az 30 év persze. Van egy nagyon fontos kérdés érdekes még az életünkben, ami azt gondolom az azért csak az én döntésem például a mi cégünknél, mert hogy van egy presztízsértékű munka, rátok ígérnek, de azt mondod, hogy ez presztízs. Alámész-e az árnak azért, hogy megmaradjon, vagy elengeded? Kolos? Ez egy jó kérdés, szerintem ez nagyon helyzetről függ, mert nyilvánvalóan van olyan szituáció, amikor mérlegelni kell azt a döntést, egy nem tudom hoz egy olyan plusz dolgot magával, ez a munka, uh -huh. amit... Tehát, hogy hozhat-e más munkát, ez az egyik uh, érved, aztán? Például, uh, hát én tényleg nem tudom, tehát az adott szituáció, az uh -huh. függ nekem nagyon nagy mértékben, mert most nyilvánvalóan az, hogy egy olyan dologba belemenni, amikor már egy munka meg sem éri, és minuszos az egész, akkor mm. nyilvánvalóan nem megyünk bele. Mm -hmm. De Jó, tehát megvizsgálod, de nyilvánvalóan ezt a mondatot megjegyzem, hogy nyilvánvalóan nem megyünk bele, ha minuszos. Például, Oké, okay. nálad? Én belemennék. Ha, a, a pre, ha presztízsértékű a munka, mm -hmm. és a cég anyagi megengedi, ez fontos, mert. Ezt nyilván... akartam mondani, igen, igen, hogy igen. Ha a cég anyagi érzete megengedi, igen? akkor alá mennék. Jossz. És megpróbálnám, tehát minden áron megpróbálnám megszerezni ezt a munkát. Ebből a három-négy uh, ismérből, amit most mondtatok ti ketten, szerintetek a Robi mit csinálna? Prestizis Mondtál te is két uh, meghatározást, mondott a Kolos is. Ebből ő mi szerint döntene, és mi, mit az a, mi az, amit megvizsgál? Szerintem az Ő, szerintem, ő szerintem a céganyagi helyzetét, és, és uh, alá menne az elme. És te? Vagy Fé... mit gondolsz a Robiról? Én hasonló válasz, mint az enyém szerintem. Uh, én ezt? Én tippelek. Uh, de, 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 az a baj, hogy magamból kiindulva, én biztos végig és amilyen lesz. Igen. Jó, már ott tartok, én már megöregedtem, jó vagyok, előbb, mint te. azt mondtam, hogy mi a presztízsen túl vagyunk. Csak, csak a presztízsért már nem, nem, vállalnám el azt, az Ezelőtt tíz évvel? Szerintem. Akkor igen. Még köszönöm szépen. Még három ezt akartam mondani, hogy én őre ugye már három sem ezelőtt. Tehát azt mondom, már csak presztisből már nem. Uh -huh. Valami van mögötte, amit a, amit a Kolos mondott, ami valami, valami van mögötte, hát hogy valami uh -huh. ér. Valami hozadéka így Igen, van. akkor igen. Most Az hát, egy csak jó mondat volt nagyon. A, a, hála jó Istennek, a patentnak már van olyan presztizse, hogy ezt már csak presztízsből nem vállalnám uh -huh. el. Uh -huh. uh, az is hozadék, hogy mondjuk ne, legyen az a, a konkurenciái. Aha. Uh -huh az már hozadék, az, 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 az sem csak a presztízs. Uh -huh. Csak presztízsből már nem vállalnám a veszteségesen. Uh -huh. Na hát, na jó, hát jó, hát egy Van még egy 20 évetek. Jaj, de jó fej vagy, de nem, nincs annyi. Uh, igen, én például még, még ott tartok, hogy én, én végig tudom nem erőből. Tehát van az, amikor elengedem, mert nem érdekel, de, de ha van olyan, akkor az oxigéni lesz, ez biztos mint ahogy a patent itt ül. De, de van, ez tényleg érdekes dolog. So, sokszor mennyire lehet egy vezető egós? Mert ilyenkor ez egy egós kérdés is. Hú, de csönd van. Igen. <laughs> igen. Hát nekem van. Igen. Nekem van, Kicsit de azért nagyobb, nem... Igen, mint az övé, azt úgy érezni. Igen, de nem... Igen, csak Igen, de megpróbálom egyre jobban nem bevinni Aha. ezt a, a döntésekbe egyébként. És az alázat? Én azt gondolom, hogy az is megvan. Azt is látszik egyébként, Abszolút, igen. Uh, én, én így gondolom. Szerintem alázat, ugyanúgy. Így van. Az ego kérdés. nem tudom, én így éreztem a válaszok alapján is, az eddigi helyzetek nem. alapján De Nem, most teljesen függetlenül. E, oké, persze. Honoszról, a, a épp édesapja, aki nagyon jó barátom, ő mesélt valamit, hogy a... Ű, egy, a most kitöregetnek nézzük. Azt hiszem egy imád, nem vagy, ne, ne, ne haragudj. Ajaj. E, ő patentos gyerek, tehát Aha. ő egészen a, a babakocsitól kezdve uh -huh. ott van a patentval uh -huh. velünk, tehát azt mondom, hogy ezért, ezért egy kicsit magamnak is érzem, uh -huh. és ezért mondhatom talán ezt bátrabban. Van egy, van egy imádott testvére, egy nővére, uh -huh. aki, aki visszaélt az a kolos, egy ilyen, ilyen csendesebb, nyugodtabb uh -huh. emberke, gyereknek, gyereknek, is olyan volt, és ezzel, ezzel egy csomószor vissza is élt. Húzta, húzta a, a, feszültséget, a, vagy a feszültséget, a, a feszültséget a, a nővérke, és a Kolos egyszerűen oda ment, fogta a, a műnök oda, ment, odament, ott bur. <laughs> és utána utá, utá megint tovább. Tehát a Kolos ilyen, hogy... hogy, hogy Sokáig türelem. volt. Igen, igen, ezt tő... Tő... <laughs> Hogy ez gyerekkorúban volt, picik voltak. De, 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 körülbelül körül, ilyen körül, az alaptervezete, hogy ő, <laughs> ő, ilyen csendesebb, és azt, azt hiszi az ember, hogy nincs olyan erős egója, <laughs> hogy is nem. Csak ő, Később jön elő. Igen, igen, persze, hogy oda vágjátok majd a vízolőtővel. Mm -hmm. Én ebbe, ebbe is bízom majd, mert, mm -hmm. mert éppen ezt, ezt ha valamit ő benne kell erősíteni, azt épp azt, a, ezt a, a, az egót, ez jó szó, mm -hmm. nem az önbizalmat, mert az van, az egóját egy kicsikét erősíteni kell. Hmm. Én azt gondolom. Na, erre mit mondasz? Szerintem ez abból is tényleg, amit előbb mondtál. Egy persze, egyetért, egyetért. Nem tudom, szerintem ez onnan jött tényleg, hogy, hogy ez egy kicsi koromtól kezdve mindenki ismer ott bent annak ellenére szerintem voltak olyan döntések is már, meg ami eddig hát így van. évek elteltek, elég, szerintem igen. sikerül vennem az akadályokat, úgyhogy nem tudom, rajtam maradt egy kicsit, de szerintem... de ez egyáltalán nem baj. Tudom, te rendkívül tudom. szimpatikus alkat vagy, tehát ah, komoly köszön. beszélgetés során. Nem, nem igen, nem, nem baj, nem baj, te én ezzel is. is megbarátkoztam. Köszönöm úgyhogy Aha. Uh, nagyon érdekes egyébként még így, hogy ennyit nevetgélünk, azért nálam se telik minden podcast így, tehát azért a patent egy rendkívül jó humorú emberekből áll és uh, ezt például mennyire tudjátok venni? mert nálam van aki veszi, van aki nem tehát hogy ez például nálatok milyen? Veszik Veszik? veszik? Nagyon, abszolút, abszolút, igen Szerintem az egész tá társaság ilyen, És veszitek az ő poénjukat is? Persze, persze, Huszáj, persze. Mi? É, Mm -hmm. Azt de tudom bőle. mondani, hogy, hogy, hogy tényleg, tényleg nagyon sokat poénkodunk. Hála mm -hmm. jó Istenek. aránylag jó hangulat van. Az mm -hmm. én, én úgy érzem, nagyon jó hangulat van, mm -hmm. de hát ezt majd én fölülről másképp érezhetem. Mm -hmm. De azt tudom mondani, hogy Amerikában lennénk, már lecsuktak volna minket, az tudti biztos, mert, a, mert a, mi, a, mi ebbe a poénokba bevesszük a, a, a hölgy kollégákat is. Mm -hmm. Hála Istennek, ők veszik a dolgot, de Amerikában ezt, ezt biztos nem uh -huh. tolerálják, és lecsuknák az egész csapatot már. Meg a, meg a rendőröket, meg a mindenféle másből meg. Tehát ez, ez, ez nagyjából ne, hát ilyen, igen. Igen, a, a, a menedzsment annyira összecsiszolódott Aha. mindenféle tekintetben, az gondolom. Meg uh -huh. egy baráti társaság. Igen, tehát persze, Sörözhetnénk is néha tényleg. <gül> <gül> hát borozgatunk. <laughs> uh, van egy olyan kérdés. Ugyanebből a társaságból mondjuk öt ember oda eléd el. Meglepetésként ér. És azt mondják, hogy ez meg ez a követelésük, különben elmennek. És a követelés nem jó, szó szóval ezt meg ezt kérik, különben elmennek. Mit döntesz? Hát én azért mérlegelnék. Uh -huh. meg, mér, mér, egy csomó minden mérlegelnék. Tehát erre egy, egy vászom nincsen. Mérlegelnem az, kik ezek. Uh -huh. Mérlegelnem az, hogy mi a kérés. Én uh -huh. hogy milyen lehetőségeink vannak, és milyen, milyen uh, uh, következményei lesznek. Felhúzod magad attól, hogy sarokba szorítottak? Attól igen. Uh -huh. Arról szólítanak, attól, attól, attól felhúzom magam, igen. Hát ezt a, de... szerettem, volna a kamerában mondod egyszer, <laughs> húzz év után. De... Tényleg felhúzom magam, de, uh -huh. de viszont, viszont má, megint csak a kor, uh -huh. hogy, hogy azért toler, hogy nem tolerálom, hanem, <laughs> hanem Nem hanem, ugrasz rá talán annyira, nem? Nem, talán nem ugrok annyira rá, uh -huh. igen, uh -huh. igen. Uh -huh. És ti? Hát, sarokba szorítás, követelőzés, Hát én szinte ugyanezt írtam, uh -huh. mint amit a Robi mondott uh -huh. betűről betűre, annyi, hogy ha van lehetőségünk és van a dolog, akkor uh -huh. megadnám nekik, de mindenki, innentől kezdve, hogy sarokba szorítottak, feltételezködném. Uh -huh. Tehát utána én is kérnék még pluszba valamit, ezért uh -huh. azt tudni. Uh -huh. Meg Megelte, egy fiókba ezt a... Uh -huh. Te is eltennéd? Én el. És te? Szerintem ugyanezt a választ írtam egyébként, mérlegelni a szituációt. Hát igen, nyilvánvalóan azért egy ilyen csapatos de... Olyankor az ember szerintetek egy picit hátrébb lép ezzel a társasággal? Én azt gondolom, hogy igen. Minek kell eltennie, hogy utána ugyanott tudjuk folytatni? Hú, ez egy jó kérdés. E. Nem tudjuk. Nem ugyan, nagyon, ugye? Nem tudjuk uh -huh. folytatni. Nálad ugyanez. Ugyanez, uh -huh. igen. Ez szép, akkor, szép, lassan leépül az a, az a bizalom. Na, én, én pont volt vagyok bekötve, mint nagyon sokan. Én megadom bizalmat az embereknek előre. Uh -huh. Aztán, hogyha azt leépítik utána, utána ez. Nincs vissza. Hát már vissza már nincs. Uh -huh. uh, van olyan nálatok, hogy uh, ha mondjuk valaki megbántott, akkor tudsz e bocsánatot kérni egy, egy mondjuk egy uh, a, a, a cégnél egy nálad egy picit uh, más, vagy nem ügyvezetői szerepben, hanem projekt szerepben. Tehát azért nem akarom az alápszót használni, mert nem nem szép, nem jó. Uh, mert azért ez, ez nem alá is fölé rendeltség, bár valahol az. De tudsz-e például a cégnél uh, bocsánatot kérni? Hú, én nagyon nehezen. De, és elismerni de, de, a hibát olyannak, aki például nálad kisebb beosztásban van? A, azt igen, de maga a bocsánatkérés nagyon nehezen megy. Tehát egyébként uh -huh. a, akár a magánéletemberre is igaz, ez uh -huh. nem csak a cégre. Tehát ez ugye a jellememből fakad, hogy arra úgy nagyon nehezen veszem rá magam. Uh -huh. Ebben még egyébként fejlődni kéne, mert... Majd e, az idővel. Igen, és, ez és a, a jóvátétel. A, az, az előbb jön, uh -huh. az előbb jön, meg, meg az is, hogy beismerem, hogy, uh -huh. hogy, de hogy a, így, így, hogy odaállok valaki elé face uh -huh. to face, és akkor, hogy nem tudom, ez így nehezen jön. Uh -huh. Volt már rá példa, meg így néha meg uh -huh. meg És fölfelé? És fölfelé. Föl, mindegy, hogy le vagy, felfelé uh -huh. is nehezen megy uh -huh. ez. Neked, Kolos? Szerintem én ebben nagyon jó vagyok, mert én mérlegelek egy helyzetet, és tényleg úgy alakult, ami az adott szituáció, uh -huh. Én nekem ez úgy gondolom nem a problémát, ez is a, az ember jellemét uh -huh. javítja, növeli. Én nekem ez egy úgymond átgondolás után szerintem ez egy könnyű... Tehát nem esik nehezedre. Nem esik nehezemre. Uh -huh. Én szerintem uh -huh. igen. igen És mindig is ilyen voltam családban, munkában, mindenben. Uh -huh. Szerintem azért is uh -huh. tudtam... Visszajöttek ezzel? Volt, volt, hogy visszajöttek ezzel. De én úgy gondolom, hogy például ez a tulajdonságom is az, hogy bárhova kerültem eddig, ott mindig uh -huh. szívesen fogadtak meg, jó csapatban ma uh -huh. kerültem, voltam. Uh -huh. uh, ez egyébként, amikor jó csapatban, így ahogy mondod, ez mennyire simulékonyság, itt nem a jó értelembe értem, vagy mennyire partneri gondolkodás? Hú, hát mindenképp is is. Uh -huh. de, uh... És őszinte is, látod? Uh -huh. Igen. Uh -huh. Hát most, amíg például fociztam, ott is szerintem ez abszolút megvolt ez a, mm -hmm. ez a csapatban a partneri gondolkodás, amikor eh, egymás után következtek a meccsek, ott is kellett az a, az a csapat, hogy azt mm -hmm. végigvigyük, hogy ott jó megszülessenek azok a jó eredmények. Úgyhogy én ezt gondolom mm -hmm. róla. Tényleg, drá, de el is hiszem ezt minden szabadat, hogy nád, de ez nem esik nehezedre. Uh, neked nehezedre esik bocsánatot kérni? Régebben sokkal nehezebbre esett. Ezért azért mondtam róla annak, hogy ez az idővel megjön. Uh -huh. Annyira utálom magam körül a rosszat, hogy hogy most már inkább azt mondom, hogy, hogy előre megyek, akár a magánéletben is, uh -huh. akár a, a cégnél is, hogy hogy és egyre gyakrabban van ez, hogy hogy tudok, igenis tudok, ez nem uh -huh. esik le az aranyűrő az ujjamról is, uh -huh. ez, ez utána sokkal jobban érzem magam. Tehát uh -huh. igen, ez, ez akkor, régebben ez nagyon nehezen ment nekem is, nagyon nehezen. Uh -huh. És a jóvá tétel? Amikor mondjuk a cégnél történt valami, és jóvá kellett tenni? Ez már könnyebben ment régen mm -hmm. is. Ez, ez én én a, a, akkor elismerni, kijelentve elismerni a dolgot, magamban elismertem, mm -hmm. hogy hibáztam, mm -hmm. de ez, hogy ez utána, utána bocsánatot kéne el, elismerni, az mm -hmm. nehezebben ment, mint az, hogy utána valahogy valahogy jóvá tettem mm -hmm. a felé. Hát ez, ez meg is maradt. Tehát a kérés is van meg, hogyha kell, akkor ezt jóvá is teszem. Mm -hmm. Én most már ez, ez már nekem nem, nem presztízs, vagy nem esik nehezemre. Azt azért tudni kell, hogy amennyire én ismerem a Robit, ő, ő tényleg azért szívlélek ember és a városban is az nem csak amiatt, hogy tényleg a patent és név szerint kocsis Robert is nagyon sok mindenben segít a városban, hanem amiatt is, hogy ő azért, amikor mi beszélgettünk, éreztem rajta, hogy ha ez bántja, ha az bántja. Tehát ő, lelkizettő egy-két dolgon. Ti mennyire veszitek ezeket föl? Mert most arról nem, nem A Nem, nem, nem. A saját életedben a, a lelkizés mennyire van meg, vagy ma nagyon gyorsan túlteszitek magatokat a dolgokon? Nálam megvan. Megvan? Nálam megvan, igen. Uh -huh. igen és igen. nálad? Hát én Csak nem mutatom. Uh -huh. A, a kiinduló helyzet, vagy amikor kezdtem ezt a munkát, nekem nagyon megvolt. Uh -huh. uh, most már azt mondom, hogy szerintem én ebbe érzem magam a legnagyobb fejlődést, hogy uh -huh. uh, az elején még, még egy mindenféle biztonsági őr -kollégának az összes gondját, baját magamra tudtam menni, uh -huh. most meg már ezeket annyira könnyen, és uh -huh. tudom magamról lepergetni, úgyhogy uh -huh. én szerintem ebben. Abszolút. Uh, így uh, el is tudom képzelni egyébként, hogy itt a kemény külső uh, vögött Ilyen. egy érző szív lakózik. <laughs> 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 uh, van egy nagyon érdekes kérdés, amikor a, a, a hobbim a munkám, és hál' Isten ezt megadatott, hogy a saját cégem. Van azonban, amikor az, hogy... Uh, és ráadásul ez inkább férfiaknál, hogy azért nagyon sok időt töltötök a munkátokkal, és azért az embernek van családja. Na most, mennyire lehet harmóniába tenni a családot és a munkát? Hát balanszba kell tenni, azt mondom. Kell, igen, de kell, kell. Igen. Ez az évek alatt kialakul. Tehát, tehát a, a, a magánélet és a, a munka annak meg kell így férni egymás mellett, és úgy kell a saját életünket, vagy hát legalábbis így próbálom én, amikor próbálom kialakítani az életemet, hogy ez így megfeleljen. De egyébként volt itt egy jó kérdés, ugye, hogyha mondjuk minden nap túlóráznom kell még öt órát, és már otthon rám szólnak, hogy ne így legyen, akkor itt azért választottam, ha választanom, kéne, azért választanám a családot, mert ezt tényleg így is gondolom, és szerintem a Robi is így gondolja, hogy stabil családi háttér nélkül jól vezetni a céget nem lehet. Tehát nem szabad feláldozni. Nem az azt, újkor gyermeke vagy. De ne nem lehet. Uh -huh. Szerintem nem lehet. Nekünk... Tehát ha otthon gondok vannak, és folyamatos viták vannak ebből, akkor az hiába lesz ebben 5 többet a cégnél, az csak egy ott töltött időre, ez de nem lesz tartalmas. Ezt mert... tudod, miért mondhatod? És most tök jó, hogy vitázunk róla. Mert hogy van egy védőernyőd és egy biztonságod Annak idén ez nem volt, és dönteni kellett nekem is, például, hogy nagyon sokszor inkább még éjszaka is dolgoztam, csak hogy a cég rendben legyen. De, mert egyébként de ez, el kell tartani azt a 40 embert. Tehát ez nem üti ki azt, hogy hogy nem kell többet dolgozni, uh -huh. csak meg kell tartani szerintem azt a fajta balanszot. És a ha fajta, nem tudod éppen, mert olyan időszak van? Akkor az attól függ nyilván, hogy a cég életében mennyire van szükség arra, hogy én még uh 25 -huh. órát dolgozzam uh -huh. minden nap. Uh -huh. Mert ha ha a cég élete múlik rajta, akkor, akkor viszont nyilván meg kell uh -huh. hozni. Uh -huh. De hogyha ha ez, ha ez csak ilyen magamnak lévő. Ö, bizonygatás, hogy na még azt is meg tudtam ebben az évben csinálni, meg még azt is. És tehát a munkamánia a... és a cég igen, érdek, igen, tehát, igen, a munkamánia és a cég érdek, az külön kell venni. Igen, igen. Hú, én most egy egyedi esetben vagyok, mert ha én most egy építkezésen is túl vagyok, meg még az otthoni család is, és még a meló is megy, úgyhogy én most erre a kérdésre azért is írtam, hogy nekem ez maximálisan úgymond könnyen is megy, mert mi ezt otthon úgy megbeszéltük, hogyha nyilvánvalóan, ha az úgy adja a helyzet, akkor azt, és a túlórák, akkor, akkor azt meg kell tenni, nem a másik zaklatása, hogy mm -hmm. miért nem vagy már otthon. Ezt a választ is írtam. Igen. Úgyhogy egy, egyébként maximálisan egyetértek a, a, Rolival, hogy, hogy azért az otthoni biztonság az, az mm -hmm. ez nagyon fontos. Azért azt elmondanám nektek, hogy amikor a, például az édesapám neki kezdett a vállalkozásnak, akkor például a hugom úgy nőtt fel, hogy este mindig egyedül volt. Én akkor már nem a városban tanultam, rettentően más volt a helyzet. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hogy uh, uh, bizonyos szempontból irigyellek benneteket a mostani uh, világ miatt, bizonyos szempontból nagyon nem. Uh, te hogy élted ezt meg, Robi, mondjuk elmúlt húsz évben? Na, teljesen igazukon ebben, hogy, hogy, hogy nem lehet egy... Uh, uh, Rossz párkapcsolatban, vagy egy, egy rossz családi háttérrel nem lehet sikeres szerintem senki. Hogyha de nálunk is voltak viták, az elején, ahogy, ahogy az elő, te is mondtad, akkor még ki kellett harcolni, harcolni kellett, nem tudtuk, hogy mi van, é, éjszaka kell dolgozni, szó szóval szerint éjszaka is éjszakáztunk, hiszen biztonsági őr is voltam, elfogó voltam, kidobó voltam, stb. Rengeteget kell dolgozni, de, de valahogy kompenzálni kellett hazafelé is ezt a dolgot meg ők megértette a, pár, a, pár, a szerető pár kapcsolatban élsz, akkor ez, ez egy biztos elrugaszkodó pont a, 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 a vállalkozásodban és a munkádban is. Hála Istennek azt mondom, hogy én ezért szoktam azt mondani, hogy, hogy ezt nem egyedül építettem, a, nem csak a társaim segítettek, hanem ez ugyanannyira a, a páromért, mm -hmm. mint, mint az enyém, hiszen ha nem lett volna ott mögöttem felneveli a, a, mm -hmm. a két gyereket, a, amikor én nem voltam otthon, akkor az akkor ez egész ez nem, lett volna, nem jött volna létre. De azért régen sokat nem voltál hát -e tesó, hanem hát sokat. iszonyú sok Igen. munka Igen. volt. Iszonyú sok munka volt, ez így van, de, de tényleg azt mondom, hogy, hogy próbáltam kivenni a, a részemet, tehát mm -hmm. így is kompenzáltam, kívánni részemet a, a, gyerekeknek a egészen pici korától kezdve a pelenkázásból, a fürdetésből, a nevelésből, mindenből, hiszen ez, ez nekem is kellett, a lelkemnek uh -huh. is kellett. De, de ez egy szerető párkapcsolat nagyon fontos. Uh -huh. Volt, amikor azt kellett mondani, hogy most nem, most a, a munka az elsődleges. És akkor lehetett azt mondani, hogy voltak simább időszakok, ha nem harmonikusak, csak simábbak, akkor, azt mondom, akkor, 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 a, akkor, a, család az elsődleges. Uh -huh. De vannak, voltak, most is van, amikor, amikor mondjuk, mondjuk teljesen másképpen már nem annyira drasztikusan, de amikor vannak olyan behatások, amikor a munkával kell többet foglalkozni. Aztán vannak olyan időszakok, erről egy-két kollégám tudna mesélni, akik ilyen hónapokra eltűnnek a, 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 szürke ködbe ki, nyaralni, stb. Nevezük őket tulajdonosoknak. Nem, tulajdonosok is, de kollégák is, de, de mondom, tényleg a, a 12 hónapból 13 Ja, ide eljutni. 13 hónapot nyaralnak, nem akarom szerint mondani, kik voltak, kik ezek, mindenki tudja, hogy kik ezek. Az a lényeg, hogy, hogy, hogy tényleg kompenzálni kell, tehát tényleg az egyensúlyt meg kell tartani. Nagyon záró, fontos. Záró kérdésnek annyit, mondjatok három jó tulajdonságot, ami kell a vezetőnek, és mondjuk a Robiba megvan. Figyelek. Határ, határozottság, erő, Vágja a szavába, mert el, elvett elvet, elvet A határozottsággal kezdtem mondani én is, Igen? azt akartam én is mondani. Én mondtam hármat. Igen? Ha, kell, jó. jó, ebből a háromból vagy kettőből melyik van meg bennetek? Bennem mindegyik megvan. Benned? Szerintem ugyanúgy. Oké, okay. mi van, ami pluszban van meg bennetek? Fú, jó kérdés, nem tudom, talán néha adott szituációban nyugodtan Nyugodtam vagy. Abszolút. Neked ez nagyon-nagyon nagy előnyöd szerintem. Neked? Nem tudnék most ilyet mondani. Tényleg? Tényleg nem. Nem. Most hosszú, hosszú. Nem, mert csak azért, hogy mondjak valamit, nem mondok. Tehát hogyha nem tudok igazat mondani, nem tudom én. Én nagyon nagy. Én mondhatom? Igen. Precízem. Aha. Ez jó. Precízebb. Én, 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 én sokkal inkább ilyen, 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 hogy mondják ezt a. Ja, hát az e-mail nem az erősséged valóban. Tehát, de, ö... de, de, de amúgy sem. Tehát ezek a, ezek a, ezek a pontos, pontos dolgok, ezek nem az én erősségeim. Mm. Én inkább így, ilyen emocionális vagyok Na, igen. Inkább. így, vagyok. így, így, Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Fogalma sincs, mennyi idő telt el egyébként, csak már izzadok. De nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden kiderült így rólatok is, meg szerintem a fiataloknak egy nagyon jó képet tudtunk festeni arról, hogy hogyan kellene, vagy kell beleállni ebbe a következő pár évbe, évtizedbe, mert akkor ide lehet eljutni. Úgyhogy gratulálok nektek ahhoz is, amit már eddig felépítettek, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük. köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra.